Hát én jó napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm a résztvevőket a Magyar Minőségtársaság Quality című rendezvényén a mai napon. Ugye ez egy nagyon népszerű sorozat részünkről, amelyet egy nagyon népszerű, de még sokak számára szerintem nagyon ismeretlen témával szeretnénk a mai napon feltölteni, mégpedig a mesterséges intelligenciáról szóló előadással készült a minőségtársaságunk egyik alelnöke, Puskás László. Úgyhogy fogadják szeretettel. Ugye a szokásokhoz híven én azt szeretném kérni, hogy hallgassuk meg először Lacinak az előadását, és a végén tegyünk fel kérdéseket, hogyha bárkinek van kérdése. És mint tudják, meg megszokhatták, az előadások elérhetőek lesznek a Magyar Minőségtársaságnak a YouTube csatornáján, tehát ott vissza lehet nézni az információkat. Úgyhogy én nem is tartanám föl a hallgatóságot. Laci, átadom neked a szót, úgyhogy tiéd a mikrofon. Oké, köszönöm szépen, a magam részéről én is köszöntök mindenkit. Tehát ahogy miért bemutatott, Puskás László vagyok, a Magyar Minőségtársaság alelnöke, civilben nukleáris mérnök vagyok, Paks 5-ben dolgozom, és nagyjából már 25 éve foglalkozom minőségmenedzsmenttel. Minőségmenedzsmenttel 25 éve foglalkozom, de mesterséges intelligenciával nem régóta kezdtem el foglalkozni, teljesen amatőr szinten, de annyira megragadott a téma, hogy magával rántott és beszippantott. Most ennek a fejlődésed meg egyfajta stációt szeretném majd bemutatni, hogy meddig jutottam én ennek az egész dolognak a megismerésében, és nyilván kifejezetten a minőség nézőpontjából fogom majd az előadást elemezni. Az előadás kapcsán a mesterséges intelligencia kérdéseit elemezni. Nagyjából 40 szlájdot állítottam össze, megérem, nem fogok minden szlájdon megállni, mert az akkor beláthatatlan hosszú történet lenne, de mivel, ahogy Milti is említette, visszanézhető lesz az előadás, ezért a benne lévő információhoz, tartalomhoz hozzá lehet jutni. Az előadásban magában nagyon sok linket tettem be azokra a forrásokra, ahonnan származnak az információk, tehát ezeken keresztül is hozzá lehet jutni további nagyon fontos és nagyon részletes információkhoz. Na de miről lesz szó? Az előadás során 4 fejezetre bontottam a mondandómat. Az első fejezetben áttekintjük nagyon-nagyon dióhéjban, hogy valójában mi is ez a mesterséges intelligencia, hogy kell erről gondolkodni. A második témakörben megnézzük azt, hogy ha valaki mesterséges intelligencia fejlesztésre adná a fejét, vagy illetve a mesterséges intelligencia felhasználásával valamilyen alkalmazás fejlesztésre adná a fejét, akkor milyen követelményekkel kell szembenézzen. A harmadik fejezetben megnéznénk azt, ha valaki arra gondolna, hogy mások által előállított mesterséges intelligencia alkalmazást használna a saját életében, akkor milyen minőségügyi kihívásokkal kell szembenézzen. És a negyedik fejezetben azt próbáltam megnézni, hogy magában a minőségügyben milyen felhasználási lehetőségek kínálkoznak. Tehát akkor miről is szól ez a mesterséges intelligencia? Tehát ahhoz, hogy mesterséges intelligenciát definiálni tudjuk, célszerű kiindulni onnan, hogy maga a humán intelligencia mit jelent. Természetesen mindenféle definíciós kérdésre nagyon sokféle forrást elő lehet venni. Most ez éppen az egyik forrás, nem tettem fel, hogy honnan van, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy amiről szól. Tehát a humán intelligencia az nem más, amivel tehát az embernek egy olyan tulajdonsága, amivel képes tanulni, fogalmakat alkotni, megérteni, és ezeket a tudásokat együttesen alkalmazni. Ideértendők a felismerési képességek, új innovatív ötleteknek az előállítási dolgai, a döntéshozatallal kapcsolatos, tehát egy szituációnak a prompt értékelésének a dolgai, és ami nagyon fontos, a kommunikációs képességeink. És pont, tehát ha ezeket az összességében megnézzük, ezeket a képességeket, tulajdonságokat, akkor gyakorlatilag arról szól a humán intelligencia, hogy az ember mint lény gondolkodjon, teremtsen, és ennek a gondolkodásnak és a teremtésnek a során folyamatosan fejlessze, építse be a tapasztalatot, amit megszerzett. Na, ennek az emberi intelligenciának, vagy humán intelligenciának 9 alapvető típusát különböztetik meg. Itt anélkül, hogy belemerülnék ebbe a 9 tulajdonságba, én nagyon javaslom azokat a
képességeknek a megjelölését, amit az egyes intelligencia ágazatoknál megjelennek. Például ilyenek, hogy megértés képessége, értelmezés képessége, érzékelés képessége, kifejezés képessége, tehát ezekre a képességekre célszerű figyelmet fordítani. És ami nagyon fontos, hogy ezeknek a képességeknek egy része az az emberrel vele született képesség, de a legtöbbet a tapasztalás során folyamatosan fejleszteni vagyunk képesek. Ezzel szemben mi is a mesterséges intelligencia? A mesterséges intelligencia, és itt majd az előadás során is majd keveredhetnek a mondataimba, hogy magyar megnevezést, vagy éppen az angol, tehát az AI, Artificial Intelligence kifejezésnek a rövidítését használom. Tehát a lényeg a mesterséges intelligencia azoknak a gépi alapú alkalmazásoknak, algoritmusoknak a gyűjtőfogalma, amelyek az emberi viselkedés gondolkodás utánzását célozzák. Tehát szoftveres termékről, algoritmusokról beszélünk. A mesterséges intelligenciának többféle kategorizálása lehetséges. Az egyik fajta kategorizálás az az, hogy mennyire, milyen képességekkel van felruházva, mennyire fejlett az intelligens képességeknek az alkalmazása, illetve alkalmazási képessége. Itt három fajta kategóriát különböztetünk meg. A mai legelterjedtebb alkalmazási formái a úgynevezett keskeny intelligencia. Itt arra az a legfontosabb jellemzője, hogy meghatározott szűk területeken képes nagyobb hatékonyságra, mint az ember. Az úgynevezett általános intelligencia már egy sokkal komplexebb feladatmegoldásra alkalmas, már képes tanulni, érvelni, koncepciókat megérteni, és új koncepciókat előállítani. Ennek a fejlettségi szintnek még az elején vagyunk, tehát erre már vannak nagyon szép megoldások, de még nem teljesen fejlődött ki még ez a szintű történet. A harmadik az úgynevezett szuperintelligencia szintje, amikor már egyértelműen bizonyíthatóan okosabb az embernél az adott megoldás, nagyon gyorsan képes sokkal komplexebb és sokkal eredetibb megoldásokat biztosítani, mint amit az ember képes. Na ez a szint, ez még a jövő. Tehát ma ez még nagyon a kutatások szintjén álló történet, és alkalmazások, tehát konkrét alkalmazásokban még a jövőről beszélünk. Ezt egyes források a 2040-es évekre teszik, amikor már szélesebb körben megjelenik az életünk, mint hasonlóan, mint ahogy a keskeny mesterséges intelligencia megoldások megjelentek itt az elmúlt 3-4 év során. De miért fontos az, hogy tehát mi a mesterséges intelligencia fejlesztésének csak a kulcsa? Hol vannak azok a fő momentumok, amit meg kell célszerű megértenünk és megragadnunk? Tehát ahhoz, hogy azokat az emberi tulajdonságokat, amiről korábban beszéltünk, képes legyen a mesterséges megoldás is alkalmazni, az elkerülhetetlen, hogy a kommunikáció szükséges beszéd, olvasás, írás, rajzolás képességgel meg legyen tanítva. De ez önmagában kevés, maga a technika, ehhez mögé kell tudni tenni az értelmet, azaz a megértést, felismerést, az adott kérdésekre, feladatokra megfelelő válaszok kidolgozási képességét, és ha megvan a megoldás, akkor ugye ezt megfelelő formába kell tudnia neki önteni, és ezt is meg kell neki tudni jelenítenie. Tehát mindaz az alapképesség, amit a beszéd, olvasás, írás, rajzolás jelent, ehhez mögöttes úgynevezett gondolkodó képességeket és kifejezés forma képességeket kell adni a mesterséges, vagy kell fejleszteni a mesterséges intelligencia számára. Hát ebből kiindulva, az meg később jó, tehát hogyha még egyszer logikailag megpróbáljuk megnézni, hogy mit is kell csinálni egy ilyen mesterséges intelligencia megoldás fejlesztése során, hát mivel szoftverről van szó, a szoftverek jellemzően ugye algoritmusokkal és adatokkal dolgoznak. Az algoritmusokról majd később lesz szó, most koncentráljunk az adatokra. Tehát egyrészt számára elérhetővé kell tenni adatokat. Ezeket az adatokat neki fel kell ismernie, értelmeznie kell tudni. De ahhoz, hogy ebből további felhasználható
információ álljon elő, hogy az információ mi is, az információ, hogy az értelemmel bíró adat. Tehát értelmeznie kell tudni az adatokat, kontextusba kell neki helyezni az adatokat, ezeket az adatokat utána később fel kell neki dolgoznia, struktúrálnia kell, rendeznie kell különböző szempontok szerint, és amikor elkezd majd modelleket keresni, akkor nyilván az egyes információ morzsákhoz olyan attribútumot kell mellé tennie, amivel szituációkhoz, modellekhez tudja párosítani az adott információt. Utána, amikor megvannak eléri valamilyen eredmény szintre, mert talált egy hasonlító modellt, akkor utána jön a következő fázis, hogy ugye akkor az emberi kommunikációhoz alkalmas formába kell tudnia lefordítani mindazt, amit eddig feldolgozott. A végeredmény szempontjából meg kell formálni a helyes, tehát a kérdése adandó adekvát szituációra adandó választ, ezt meg kell neki találnia, meg kell formálnia, és a végén kommunikálnia kell valamilyen formában a kérdező felé. És ez a folyamat, ez attól lesz igazából izgalmas, hogy minden egyes ilyen futtatás során, amikor ezt a procedúrát végrehajtja, a végén minden olyan tapasztalatot, ami új tapasztalás volt a korábbi állapotához képest, azt neki egyrészt azonosítania kell, másrészt pedig be kell tudni építeni a tudásbázisába. Ugye beszéltünk arról, hogy mesterséges intelligenciához ugye kellenek, mivel szoftverről van szó, kellenek adatok és kellenek algoritmusok. Az algoritmusokhoz technikai eszközkészlet került már kifejlesztésre. Technikai eszközkészletnek, algoritmus készletnek a különböző csoportjait látjuk ezen az ábrán. Leginkább ugye itt a képességeknél beszéltünk róla, hogy itt a kommunikációhoz, ami nagyon fontos neki, meg kell tudnia érteni az ember által használt nyelvi kifejezéseket. És emiatt indult el a nagy nyelvi modelleknek a kidolgozása. A következő lépés, amiről már volt szó, hogy nem elég csak egyszeri megoldástként alkalmazni, vagy megoldást adni az eszköznek, hanem amit a megoldás előállítása során tapasztalatot tud szerezni, azt neki be kell tudnia építeni a saját tudástárába, ezt szolgálják ugye a gépi tanulási megoldások, amelynek különböző utána még alábontásai vannak. A válaszadáshoz, illetve maga a felismeréshez, kommunikációhoz szükségesnek egyfajta látásképessége, ugye gondoljunk itt a szövegolvasásra, vagy a rajzok értelmezésére, vagy bármilyen képek értelmezésére. A beszéddel való, a beszédhez való viszonyulásához kellene neki technikai képességek, amik egyrészt magát a beszédet megértés a szövegé konvertálja, vagy fordítva a szövegből beszéddé konvertálja az adott tartalmakat. És nyilván itt a tervezés-szervezés, illetve még itt a speciálisága a történetnek a robotika, amellyel a mesterséges intelligencia alkalmazásokat egy végrehajtó mechanizmusra ültetjük rá, ezekből állnak elő majd a robotok. Egy tételről nem beszéltem, a szakértői rendszerekről, amelyek egyébként kifejezetten fontos szereppel bírnak, mert innentől kezdve nyílik meg a lehetőség arra, hogy ne csak egy általános valamilyen szolgáltatást nyújtson nekünk ez a mesterséges intelligencia, hanem megfelelő szakirányú területeken lehessen célzottan megoldásokat kialakítani. Ehhez kellenek a szakértői rendszerek. Mondjak egy példát a szakértői rendszerekre. Például, hogyha én orvos diagnosztikára szeretném használni a mesterséges intelligencia képességeit, akkor nyilván egy olyan tudás és adatbázishoz kell neki hozzáférést biztosítanom, ahol az orvoslásnak is a különböző területeire kidolgozott szakértői rendszerek is állnak rendelkezésre. Tehát ezek azok a technológiai eszközök, amelyeket felhasználva és az adatokat felhasználva vagyunk képesek mesterséges intelligencia megoldásokat, alkalmazásokat kialakítani. Hogy mi a működési modellje, mi a működésének az elvi modellje, ez egy nagyon leegyszerűsített tábla, de talán a lényeget azt majd mutatja. Ugye itt vagyok alul az input dobozban, a saját kérdéseimmel, igényeimmel, amiben szeretném a megoldást, vagy a segítségét kérni a mesterséges intelligenciának. Valamilyen platformon, vagy diszplén keresztül eljutatom hozzá ezt az információt,
ő ezt feldolgozza, ezt az információt, ehhez a megoldás kereséshez egy modell adatbázist vesz elő, és ebben a modell adatbázisban akar majd találni olyan valamilyen mintázatokat, amit föl tud használni meg a megoldás kialakításához. Ezt nyilván ezt egy iterációs folyamatként hajtja végre, ahol folyamatosan talált valamit, összehasonlítja az elvárásokkal, ha nem, akkor azokat a tudásokat, amik itt előálltak, ezt visszateszi saját magának, amit majd eltesz egy jövőre nézve, hogy ezek kudarcos megoldások voltak. Itt megjelenik még az ábrán egy nagyon érdekes doboz ezzel a úgynevezett training data-val, tehát a betanító információ készlettel. Tehát ha itt egy célzett alkalmazásról van szó, akkor az alkalmazás képességei gyakorlatilag arra a körre fognak korlátozódni, amiről a betanító adatkészlete szól. Tehát ami ebben megjelenik, azt ő fogja tudni alkalmazni, illetve ahhoz a futtatások során szerzett egyéb tapasztalatait fogja folyamatosan mögé rakni. És a lényeg hogyha elvégezte az elemzést, és úgy véli az eszköz, hogy eljutott addig a megfelelő szintű megoldásig, ami már elfogadható, akkor ezt a megoldást ki fogja nekünk prezentálni, fogja valamilyen formába. Attól függ, hogy milyen alkalmazásról van szó. Tehát a lényeg, kérdést adunk neki, értelmezi a kérdést, ezt egy modell adatbázison keresztül, a megfelelő rendelkezésre bocsátott adatokon keresztül értelmezi, és ebből generál nekünk egy megoldást. Na de mi a különbség a program, tehát miben különbözik a mesterséges intelligencia megoldás, hiszen az egy szoftver, miben különbözik egy hagyományos szoftvertől? Tehát amiben nem különbözik az az, hogy ez egy program, egy szoftver termék, amit egy programozó fog elkészíteni. Viszont innentől kezdve teljesen más módon megyünk tovább. Miért? Mert amikor egy programot írunk, akkor van egy nagyon pontos probléma, vagy egy feladat, megoldandó feladat, amit szeretnénk megoldani, és ehhez a megoldáshoz megmondjuk azokat a megoldási eszközöket is, amivel szeretnénk ezeket megadni. Ezeknek az eszközöknek a felhasználásához nagyon pontosan meghatározzuk a peremfeltételeket, kiinduló és peremfeltételeket, illetve ugyanígy meghatározzuk determinisztikus megközelítéssel a kapott eredmény eldöntéséhez szükséges kritériumokat is. Tehát gyakorlatilag, amikor programot írunk, akkor egy adott cél feladatra, amit egyébként manuálisan hajtanánk végre, ahhoz írunk egy pontos megoldás leírást, peremfeltételeket, adatokat, elfogadási kritériumokat. Tehát itt egy nagyon pontos szabálykészlet alapján fog lefutni az az adott program. Ezzel szemben a mesterséges intelligencia nem determinisztikus megközelítéssel, hanem valószínűségi megközelítéssel dolgozik, és azt fogja megkeresni, hogy a felvetett problémához mi az a minta, ami leginkább hasonlít, vagy ha nem talál olyan mintát, akkor megpróbál kreálni egy mintát saját magától. És igazából a mesterséges intelligencia megoldás az arra törekszik, hogy hogyan lehetne jobban, másképp megcsinálni azt a történetet, egy belső autonóm módon alakítja ki a megoldását, kvázi egy fekete dobozként alkalmazza, alakítja ki a megoldását, úgy, hogy a teljes rendelkezés álló tudásbázist szkenneli le, és abból próbál leginkább a megfelelő minták alapján megoldásokat készíteni. És mivel ez alapján dolgozik, hogy nem egy determinisztikus és nem egy pontos kritériumok alapján dolgozik, ezért bizony nagyon sokszor képes meglepetést produkálni, és majd erről majd lesz szó, hogy ezek a meglepetések ezek miért hasznosak, vagy éppen miért károsak. Ha össze akarnám foglalni egy mondatban, hogy miben különbözik a szoftver meg a mesterséges intelligencia, akkor a szoftver arra van determinálva és programozva, hogy végrehajtsa a feladatot, és arra van programozva. Ezzel szemben a mesterséges intelligencia arra koncentrál, hogy megtanulja a feladat végrehajtását, és ezen képességen keresztül adjon nekünk eredményt. Milyen előnye, milyen hátránya lehet a mesterséges intelligenciának? Tehát anélkül, hogy most ebben rengeteg aspektusba így belemennék részletesen, ezt már nyilván mindenki tudja saját maga majd értelmezni ezeket az előnyöket, hátrányokat.
Tehát az előnyök kapcsán egyértelműen a gyorsaság, a fáradhatatlanság és gyakorlatilag a hihetetlen feldolgozó képesség, tehát hatékonyság, az információ feldolgozó hatékonyságát emelném ki. Ezzel szemben, ugye említettem már ezt a bizonyos fekete doboz dilemát, illetve azt, hogy képes megoldásokat tenni az eszköz, illetve azt a korlátot is említettem már, hogy ő nem képes azokra a nagyon finom emberi intuíciókra, illetve különbségtételekre, amit az ember a kognitív képességnél fogva képes megtenni. Emiatt rengeteg olyan helyzet tud előállni, amikor bizony nagyon súlyos etikai problémák léphetnek elő. Tehát például, hogyha felteszünk egy kérdést neki, hogy egy adott emberi tulajdonságot jellemezzen, és nem tesszük neki szűrőként oda, hogy ezt meg milyen etikai kritériumok mentén értékelje, akkor simán képes olyan információkat is összemörzsölni, összeházasítani, amelyek adott esetben etikai szempontból nagyon erőteljesen kifogásolhatók. De ugyanilyen kérdések vetődhetnek föl itt a szerzőjogi kérdések kapcsán. Tehát, hogyha azt mondjuk egy mesterséges intelligencia alkalmazásnak, hogy tessék, itt van az internet, az interneten ugye ott lehetnek szerzőjogi információ, vagy szerzőjogi védettség alá tartozó információk is föltéve megfelelő nyilván figyelemfelhívásokkal. Ő nem fogja nézni ezeket a korlátokat, mert ő csak az adat és a minta érdekli, és gátlástalanul ki fogja venni az adatokat is, meg a mintákat is, ha neki szüksége van rá. De ugyanez ebből adódóan ez a gátlástalan információs adatfelhasználás kapcsán nagyon komoly adatvédelmi, GDPR és adatbiztonsági kérdések fognak fölmerülni. És hát ami nem igazán köztudott, de ez is egy tényszerű információ, hogy mesterséges intelligencia ahhoz, hogy ilyen hatékonyan tudjon dolgozni, borzasztó nagy energiaigényű eszközöket használ föl, és emiatt egy klasszikus energiavámpírról beszélünk, ami közvetlenül is és közvetetten is nagyon komoly környezeti lábnyommal rendelkezik. Oké, ennyit akkor a mesterséges intelligencia alapjairól. A következő fejezetben arról beszélünk, hogy milyen kérdéseket, milyen megfontolásokat kell, vagy milyen forrásokat kell figyelembe venni ahhoz, hogyha valaki fejlesztésre adja a fejét, vagy adott esetben mesterséges intelligenciával támogatott eszközöket kíván, mint terméket előállítani. Bármilyen ilyen szabályozási kérdésnél ugye folyamatosan háromféle szinten megjelenő követelményeket szoktunk ilyenkor elővenni. Nyilván a legerősebbek a jogszabályi követelmények, vannak a szabványok, amelyek eldönthetem, hogy használom vagy nem használom, kivéve ha az kötelező. Azon belül is a szabványok adhatnak mozgásteret, tehát már egy fokkal már egy alacsonyabb szintű elvárásrendszer, és vannak útmutatók, ajánlások. Itt, amikor készítem az előadásra, akkor döbbentem rá, hogy milyen iszonyatos mennyiségű szabályozás áll már ma is rendelkezésre mesterséges intelligencia kapcsán. Itt most a képernyőn, ha a bal oldalt nézzük, akkor megjelenik az amerikai, kanadai, európai szabályozási előkészületeknek a forrása. A kanadai meg az amerikaiaknál ott már vannak konkrétan kiadott szabályozások, illetve az elmúlt hétig úgy tudtam csak, hogy Európai Parlamentben készülőben van. Erről majd később lesz még szó. Az útmutatók szabályok kapcsán egyértelmű, hogy az ISO, illetve az ezt támogató IEC szervezetek együttműködésével állnak rendelkezésre szabványok, és az útmutató kategóriában az OECD által előállított anyagokat tudom ajánlani. Az OECD-nek az a borzasztó nagy előnye, hogy ő megpróbálta összegyűjteni az összes elérhető mértékadó, és nagyon fontos, hogy mértékadó forrást, és ezeket a forrásokat például összehasonlította, és nagyon, nagyon pontosan kimutatta a megközelítésbeli különbségeket. Tehát ezt például nagyon hasznos forrásként tudtam magam is felhasználni. Na de nézzük akkor az európai szabályozást, ugye mivel mégiscsak ez tartozik jelen pillanatban legközelebb, vagy ezen legközelebb hozzánk. És ugye említettem, hogy ez a szabályozás, ez úgy tudtam, hogy még csak tervezett, de múlt héten kaptuk a hírt, hogy az Európai Parlament elfogadta és jóvá hagyta
ezt az új mesterséges intelligencia törvényt. És ami a fontos ennek a jóváhagyási lépésnek, hogy a jóváhagyás után 20 napon belül ezek publikálásra kerülnek, a közösség országainak nyelvén, tehát magyarul is elérhetők most már ezek a szabályozások. 2 év áll rendelkezésre arra, hogy ez teljes körűen bevezetésre kerüljön, kivéve egy-két eltérő esetet, amin esetleg hosszabb vagy rövidebb bevezetési időt ír elő a rendelet. Ha most nem elmerülve a rendelet egészében és annak a teljes szellemiségében, itt megpróbálok csak a minőségügyi aspektusokra koncentrálni, és azon belül is egy-két kiemelt pontra. Ami nagyon fontos, hogy az EU szabályozása teljes egészében kockázat értékelésen alapul, és ehhez határozott meg különböző kockázati kategóriákat, és a kategóriákra differenciált követelményeket állapított meg. Nagyon fontos, hogy minden olyan szereplő szempontjából megnézték a kérdést, aki valamilyen szereppel bírhat a szabályozás vagy a mesterséges intelligencia felhasználása kapcsán, és mellé tette azokat a garanciális intézményeket, amivel kézben lehet tartani azoknak a kihívásokra adott válaszoknak a betartását, amit a mesterséges intelligencia teremt. Természetesen ezt az EU szabályozást majd át kell ültetni a nemzeti szintű szabályozásba. Mit jelent a kockázat alapú besorolása az EU mesterséges intelligencia törvényének? 4 kockázati kategóriát állapított meg, ebből a legszigorúbb az úgynevezett elfogadhatatlan kockázati kategória, ami egyértelműen tiltott kategória. Itt a piramisba beírtam azokat a rendeleti számokat, vagy azokat a törvénycikk számokat, amely alatt tárgyalják az adott kérdést. Mik tartoznak ebbe a tiltott kategóriába? Nem tudom, ki mennyit hallott például a kínai arcfelismerő rendszer használatáról. Kínában ez már társadalmi szinten működő rendszer, ahol mindenhova elhelyezett kamerákon keresztül beazonosítanak minden egyes szemét, és a beazonosítás alapján kategorizálják is az embereket, kvázi értékrendet állítanak föl, hogy vannak nulla értékrendű emberek, és vannak nagy kategóriába tartozó, tehát magas értékrendel bíró emberek. Tehát egyértelműen egy nagyon káros osztályozásról van szó. Hasonló témába tartoznak a különböző biometrikus tulajdonságoknak a megfigyelésen alapuló gyűjtése, és ez alapján kategorizálása, és megint csak célzott manipulálása az érintett csapatnak. A magas kategóriájú kockázatok körébe is vannak már alkalmazások, például ide tartozik az önvezető autó témaköre, de egyébként is vannak már olyan megoldások, amelyek az itt felsorolt területeken gyűjtenek nagyon sok adatot, és ezt az adatot használják föl különböző mesterséges intelligencia megoldásokhoz. Említettem már például az egészségügyi felhasználási területeket. Például ez egy nagyon érzékeny terület, egyrészt a GDPR szempontból, másrészt pedig ugye nem mindegy, hogy a mesterséges intelligencia mennyire megbízhatóan és mennyire pontosan képes csinálni azt, amire szeretnék őt felhasználni. A harmadik kockázati kategória az úgynevezett limitált kockázatok kategóriája. Itt is klasszikusan ezek a chatbotok, vagy olyan önálló tartalom előállító megoldások, amelyek ez a deepfake kategóriába tartoznak, vagy már akár az érzelem befolyására szolgáló megoldások is lehetnek, itt például egy társkereső megoldás, és vagy ehhez kapcsolódó mindenféle ilyen chat programok kapcsolása, stb., amelyek kellően kockázatosak, tehát kockázatosak lehetnek, de ezek mégiscsak limitáltak és viselhetők az ebből kifejezett keletkező károk. És van a 4. kategória, ami kifejezetten alacsony kockázatú termékekre szól, vagy megoldásokra szól. Ebben látható is, hogy nincsenek különösebben előírt kötelezettségek. Nyilván a legtöbb és legszigorúbb elvárások a magas kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekre vonatkozóan fogalmazottak meg ebben a jogszabályban.
Az EU-s megközelítésnek mi a szabályozásnak mégiscsak a kerete. Bele kell mennünk ebbe, hogy megértsük, hogy ezt majd, amikor nekiállunk egy terméket fejleszteni, vagy termékfejlesztésre igényt megfogalmazni felhasználnak, hogy milyen szempontokat kell majd figyelembe venni. Itt alul látható ez a mesterséges intelligencia kiadványnak a borító oldala. Ez egy nagyon jó kezelhető, nagyon jó fogyasztható 60-70 oldalas anyagról van szó, de nagyon jó struktúrát ajánlom mindenkinek figyelmébe, hogyha egyszerűen szeretne megérteni, miről is van szó. Három alappillére van a megbízhatóság keretrendszerének. Ezek egyenként ugye jogszerű legyen, utaltunk már itt a szerzői jogokra, a GDPR történetre, az adatbiztonsági ügyekre, stb. Etikus legyen, ugye itt is utaltunk már arra, hogy például itt a faji, nemi, kifejezetten nézékeny személyes adatoknak a kezelésére vonatkozó ügyletek, és a harmadik ilyen szempont, ez a műszaki és társadalmi szempontból stabil legyen az eszköz. Ez abból az egyszerű tulajdonságából fakad a mesterséges intelligenciának. Ugye említettük a különbségnél, amikor a programok meg a mesterséges intelligencia különbségéről beszéltem, hogy képes meglepetéseket okozni, és képes az ember által addig nem belátott megoldásmódokat is kitalálni. Ebből adódóan nem kizárható az, hogy a lehető legjobb szándékú alkalmazás esetén is képes olyan megoldás előállítására, amely adott esetben kárt okozhat a felhasználó számára. Emiatt nagyon fontos az, hogy mind műszaki, mind társadalmi szempontból ezeknek az eszközöknek nagyon stabilnak kell lenniük. Az etikusság szempontjából melyek az alapelvek? Anélkül megint elmerülnék a részletes magyarázatba, egyértelmű az emberi autonómia tiszteletben tartása, tehát ez azt jelenti, hogy nem veheti át az eszköz az ember fölött az uralmat. Másik megközelítésből az embernek mindig biztosítani kell a végső piros gomb megnyomására a lehetőséget. A méltányosság elve, ugye ez arról szól, hogy ugye, mivel nem egy olcsó történetről van szó, nyilván akinek megvan hozzá az erőforrása, és megvan hozzá a tudása és az információhoz való hozzáférési képessége, az mérhetetlen előnyökre tehet szert olyanokkal szemben, akinek nincs ez meg. Emiatt fogalmazódott meg a méltányosság elve, hogy amennyire lehet az eszközhöz való hozzáférés és az eszköznek az előnyeihez való hozzáférést biztosítani kell a lehető legszélesebb körben, illetve hogyha valaki olyan célra használja ezt a történetet, ami kifejezetten káros vagy hátrányt okoz másoknak, akkor legyenek meg azok a jogorvoslati megoldások, amellyel a méltányosság elvének eleget lehet tenni. A kár megelőzésének az elve, ugye itt megint csak arról van szó, hogy képes az eszköz olyan dolgok művelésére, amelyek kifejezetten károsak lehetnek. Tehát arra az egyszerű tényre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ha az eszköz arra alkalmas, hogy valami jót állítson elő, akkor nyilván ugyanakkor a képességgel bír arra, hogy valamit célzottan káros célokra állítson elő. Tehát gondolok itt például a fegyverekre, stb. De vagy például egy káros vegyület kialakítására, nem akarom sorolni a károkat. Ezt az elvet az ember megért, hogyha valami technikailag semlegesen képes valaminek a jó célok érdekében való végrehajtásra, akkor legalább olyan mértékben alkalmas arra, hogy káros dolgokat műveljen. És hát ugye erről is volt már szó, ez az úgynevezett szürke doboz vagy fekete doboz tulajdonsága. Nagyon sokszor megmagyarázhatatlan a felhasználó számára, egyébként az ember természetes korlátainál fogva, tudásának korlátainál fogva, hogy nem tudjuk belátni azt, hogy mi mindenre képes az az eszköz. Emiatt kell fönntartani azt, hogy amikor rendszer szintű felhasználásra használunk egy eszközt, akkor bizony az átláthatóságot fenn kell tartanunk. Úgy látom, gyorsítani kell, mert elmerültem a részletekben. Oké, a megbízhatóság szempontjából, ugye a megbízhatóságnál beszéltünk a három dologról, ugye itt a jogi megfelelőségről, etikai megfelelőségről, illetve műszaki megfelelőségről. Ehhez ez a bizonyos kiadvány, amit említettem, ezt a hét
féle szempontot, mint elvárást fogalmazza meg, és ezekhez definíciót ad, hogy mit kell ez alatt érteni, tehát ezen szempontokat érvényesíteni kell tudnunk, amikor az eszközt fejlesztjük. Talán itt jelenik meg először az a gondolat, hogy amikor mesterséges intelligencia fejlesztésről, eszközről beszélünk, akkor mindig teljes életciklusban kell gondolkodnunk. Tehát a fejlesztésétől a kivonásáig, amíg megszüntetjük azt az eszközt és kivonjuk a forgalomból. Miért? Azért, mert ugye erről is volt már szó, hogy ez az eszköz, ez nem egy statikus eszköz, hanem ez egy dinamikus eszköz, és a felhasználási életciklus szakaszában is folyamatosan képes fejlődni, folyamatosan képes olyan tapasztalatokra szert tenni, amelyet adott esetben az előző szempontok, tehát az etikai szempontok, illetve az itt megjelenő 7 szempont szempontjából is folyamatosan újra kell értékelni, és szükség szerint korlátozni kell. Tehát ebben ez az alapvető gondolat, amit itt ami megfogalmazódik a teljes életciklus során, illetve nyilván teljes életciklus során rengeteg új információt, adatot állít elő, amelynek értéke van egyrészt, másrészt ahhoz tartozóan mindenféle cyber és GDPR, meg egyéb kötelezettségek is tartozhatnak. Ez csak egy rövid kivonat. Pirossal emeltem ki azokat a címeket, ahol valamilyen minőségirányítási szempont jelenik meg, megint csak nem elmerülve az egész felsorolásban. A 17-es cikkre hívnám fel a figyelmet itt a lap közepén, mert ez a fejezet fogalmazza meg kifejezetten a minőségirányítási követelményeket. Nyilván a megfelelőségértékelés is nagyon izgalmas, itt minden pont nagyon izgalmas egyébként, de most ezt az egyet emelném csak ki. Milyen aspektusokból közelítették meg az irányítási rendszerre vonatkozó szabályozást? Az első és legfontosabb dolog, és talán ezt is említettem már, hogy a teljes értéklánc szerinti szereplői kört átfogóan szabályozzák. Tehát a szolgáltatótól vagy fejlesztőtől a felhasználóig mindenféle szempontú szereplő megjelenhet. Ezen belül külön értelmezve az EU-n belüli, EU-n kívüli fejlesztő, de EU-n belüli felhasználás, vagy fordítva EU-n belüli fejlesztés és EU-n kívüli felhasználás, tehát egy nagyon komoly értéklánc szerinti értékelés történt. Egyértelműen arra törekedtek, hogy nem egy új autonóm szabályzásra gondoltak, hanem azt mondták, hogy amennyire lehet, igyekeznek hozzásimulni a már meglévő széleskörben alkalmazott irányítási rendszer elvekhez, irányítási rendszerekhez. Ez egy kifejezetten fontos szempontként jelenik meg az integrálhatóság, illetve a dokumentált információk rendszeréhez való kapcsolódás. Itt csak hivatkozásként tettem bele a 9001-es, vagy bármilyen más ágazati 9001-esre alapuló, vagy ahhoz hasonló irányítási rendszer szabványt, és nyilván az információ biztonság irányítás jelenik meg, mint egy dedikált irányítási rendszer. Többször említettem már a kockázat alapú megközelítést, itt most nem állok, mert később is lesz még róla szó. Nagyon fontos szempont a méretre szabható differenciált megközelítés. Ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogy miért volt erre szükség, de aztán rájöttem, hogy pont ezen a területen, mivel ez egy nagyon dinamikusan fejlődő és nagyon innovatív terület, itt bizony le kell tudni fedni a garázs műhelyeket és a nagy multinacionális cégeket, mondjuk, mint a Google, vagy a Facebook, vagy a társaik. Tehát nagyon fontos szempont a méretre szabhatóság kérdésköre. Felfedezés volt számomra is, hozzá kell tennem nagyon őszintén, hogy amikor elkezdtem keresni, hogy van-e szabvány egyáltalán mesterséges intelligenciát, ledöbbentem, mert az ISO fórum oldalán, az ISO, mint szabványalkotó testület oldalán összesen 72 darab mesterséges intelligenciával foglalkozó szabványról van információ. Ezek vagy már kiadott szabványok, vagy kiadás előtt álló szabványok. Itt csak kiragadtam egy-két példát a szabványokból. Az összes üzenete az ennek a szlájdnak, hogy 72 darab szlájd, 72 darab szabvány már kiadásra került. Én hozzáteszem becsületesen, hogy
mivel nem fértem hozzá, nyilván az ISO nagyon védi az általa elkészített dokumentumokat, elkezdtem keresgélni, és hát találtam is. Az orosz szabványügyi hivatal, ugye ez az az érdekessége, hogy Oroszországban az államilag kiadott szabványokat hozzáférhetővé teszik mindenkinek korlátozás nélkül. Nyilván meg lehet venni, de nem kötelező megvenni, hozzá lehet férni. És a legnagyobb megdöbbenésemre az összes 72 darab szabvány a GOSZT szabványokhoz való átültetés alatt áll, és vagy már kiadott szabvány formájában, vagy tervezett formájában elérhetők ezek az információk. Aztán az egy rossz hír, vagy nem tudom, hogy rossz híre, de lehet, hogy alulinformált vagyok. Arról semmilyen információt nem találtam, hogy a Magyar Szabványügyi Hivatalnál van-e bármiféle tevékenység ez ügyben, vagy folyik-e bármiféle előkészítés. De nem csak ott nem találtam, hanem a mindenféle ilyen mesterséges intelligencia szövetség szervezetői Magyarországon is már van több ilyen. Ott sem láttam erre vonatkozó utalást. Oké. Ja, igen. Tehát itt a következőkben, ugye eddig beszéltünk az EU törvényről, akkor most a ISO által kiadott 42.001-es szabványról beszélnék, ami kifejezetten a mesterséges intelligencia irányítási rendszer kialakításával foglalkozik. Tehát van már egy ilyen szabvány. Ez is egy tipikus kockázat alapú szabvány, ez ugyanolyan megközelítést tükröz, mint a bármelyik ilyen egyéb kockázatkezelő, mint a KIR, MEBIR, IBIR, meg a többi társai. Tehát itt is arról szól a történet, hogy az a felismerés hozta létre ezt a szabványt, hogy a bizony a mesterséges intelligenciának önmagának akkora kockázati, eltérő, specifikus kockázati halmaza, univerzuma van, amelyik indokoltá teszi azt, hogy egy irányítási rendszer, egy irányítási keretrendszer keretében ez meg legyen fogva, és szabályozva legyen. A jó hír az, hogy ez a szabvány, ez ugyanúgy követi a meglévő ISO irányítási rendszer szabványoknak a struktúráját, mint bármelyik másik, a KIR, MEBIR, IBIR, tehát ami most már ugye szabványosként elfogadható, tehát ugyanaz a szabványnak a felépítése, követi a PDCA ciklusa elvet, a folyamatos fejlesztésnek az elvét, ami hangsúlyosan jelenik meg benne itt a kockázatkezeléssel kapcsolatos addicionális követelmények egy normál, mondjuk egy 9001 által megkövetelthez képest. Nagyon komolyan foglalkozik a dokumentált információ specifikus kezelésére vonatkozó ügyekkel, és hát nyilván azzal, hogy ha a mesterséges intelligenciát akarok használni, akkor arra nem elegendő a végrehajtói szinten felkészülni, hanem ezt a szervezet stratégiai szintjére kell emelni, és onnan kell szabályozni a felhasználás kereteit. Az érdekelt felekkel való kapcsolati kérdések nagyon előteljesen megjelennek, és ugye az az érdekes, hogy mint minden egyes ilyen szabványnál, az adott fejezetekben kifejezetten a mesterséges intelligencia szempontú kockázati elemeket emeli és hangsúlyozza. A mellékletekben van többféle melléklet is, ott pedig egy nagyon komoly, tételes, kvázi checklista mélységű kockázati listák, illetve szempontoknak a különböző szempontú elemzése jelennek meg. Ha már termékfejlesztésről beszélünk, az egyik, a 72-ből az egyik ISO szabvány, ez a 25058-as jelű, ez kifejezetten azzal foglalkozik, hogyha valaki mesterséges intelligencia terméket vagy alkalmazást szeretne fejleszteni, milyen minőségi követelményeket kell neki figyelembe vennie. Ezen a szlájdon azt látjuk, nekem, mint termékfejlesztőnek, mesterséges rendszer termékfejlesztőnek, milyen minőségi nézőpontból kell az adott termékemet értékelni, illetve fejleszteni. Megint a méreténél fogva nem állok meg ennek minden egyes dobozának az értelmezésén. Mindenkire rábízom a saját igénye szerint ezt majd nézze át, de lényeg az, hogy itt van a szabvány, van egy konkrét felsorolás, szempontok vannak hozzá, szempontoknak értelmezései vannak ennek a szabványnak, tehát egy nagyon jó kiinduló információ a termékfejlesztéshez.
Na, ennyi lett volna a termékfejlesztői rész, és akkor most áttérnék a felhasználói nézőpontból, mit jelent az, ha én egy mesterséges intelligencia megoldást szeretnék felhasználni. Miért indokolt ezzel foglalkozni már most? Ugye azért, mert ha észrevettük, ha nem, már a mesterséges intelligencia benne van a mindennapi életünkben, gondoljuk csak abba bele, hogy például aki bármilyen mobileszközt használ, az ott meglévő rádiktálás, visszaolvasás, hangrögzítés, a rögzített információk írásos konvertálása, térképfunkciók, meg az ördög tudja mi mindent, fordító funkciók, ezek mind-mind benne vannak már az okostelefonunkban. És ezek a megoldások mind-mind mesterséges intelligencia alapú technológiákon nyugszanak. Tehát ma már nem állíthatja senki magáról azt, hogy nem érinti őt a mesterséges intelligencia. Ami látható, hogy pont azért, mert rengeteg előnyös tulajdonsága van, az nem kérdés, hogy itt akár az IPA 4.0 keretében, akár bármilyen más fejlesztése keretében, nem kérdés, hogy robbanásszerűen fognak a termékekbe beépülni ezek a megoldások, mind szélesebb körben. Nagyon fontos felmérni azt, hogyha én bevezetek egy ilyen tevékenységet, ez ugyanaz a dilemmával fogjuk majd szembe találni magunkat, mint amikor lean-es kérdésekről beszélgettünk, hogy a lean ugye arról szól, hogy minél pontosabban, minél hatékonyabban csináljunk valamit, vagy oldjuk meg a saját megoldásainkat, egyik leágazásaként a lean-nek, de ez ugye azt a veszéllyel jár, azzal a veszéllyel jár, hogy feleslegesé válhatnak emberi tevékenységkörök, munkakörök. Na, itt ez biztos, hogy ez igaz, mert nagyon sok emberi tevékenységet fog kiváltani a mesterséges intelligencia, tehát minden, ami algoritmizálható és repetitív módon van végrehajtva, gyakorlatilag potenciális célterülete a mesterséges intelligenciának. Viszont a jó hír, hogy legalább ennyi új szakmát kell létrehozni, és legalább új ennyi munkakört kell, vagy képességet, kompetenciát kell bevinni a szervezetbe, hogy ezeket a feltételeket, amit a mesterséges intelligencia használata jelent, ki tudjuk szolgálni. És ami nagyon fontos, hogy ha meg is maradnak a szakmák, meg azoknak a folyamatai, az biztos, hogy mivel azok nagyon sok szálon fognak kapcsolódni olyan rendszerekhez, amit a mesterséges intelligencia logika mentén átalakultak, tehát nekik erre a változásra reagálniuk kell. Ha másra nem, például majd ilyenekre, hogy milyen formában, milyen tartalomban, milyen típusú és mennyiségű mélységű adatokat kell szolgálni majd például az együttműködéshez. Csak egy példa. Ez megint egy nagyon hasznos kiadvány, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, ugye itt ez a World Economic Forum által kiadott kiadvány, és egy 2022-es kiadvány, tehát egy viszonylag friss kiadvány, és ebbe találtam a 11. oldalon ezt az ábrát, ami egy nagyon érdekes ábra, mert azt mutatja meg, hogy egy nyilván nem egy egyszemélyes egyéni vállalkozóról beszélünk, hanem ez egy közepes, nagyvállalati, működési területen, milyen működési területeken lehet bevetni, milyen tehát mesterséges intelligencia által támogatott technológiákat. Illetve itt jelenik meg, hogy milyen folyamatok, illetve működési területek mentén jelenhetnek meg mesterséges intelligencia megoldások. És ami nagyon fontos és értékes, a legértékesebb eleme ennek a történetnek, hogy itt mindjárt alul látjuk azt a kapcsolódó kockázat értékelést is, hogy milyen mélységben, és ebből adódóan milyen kockázatok mentén tudjuk használni a mesterséges intelligenciát. Tehát ez megint egy nagyon hasznos ábra arra tanulmányozni, hogy milyen lehetőségeink vannak, hangsúlyozom, közép- és nagyvállalati működési formában. Felhasználó fele milyen dedikált követelményeket tudunk találni és azonosítani. Ugye említettem volt, hogy az EU szabályozás a teljes felhasználói értékláncban közreműködői kört értelmezi, ezért a felhasználókra vonatkozóan is vannak dedikált előírások. A 42.001-es szabvány, ugye itt kiemeltem, hogy azokra vonatkozik, akik mesterséges intelligencia rendszereket használó termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak, vagy használnak. Azaz,
a felhasználóra is megfogalmazza azokat a követelményeket, amit neki figyelembe kell vennie, és például egy EMI alapú irányítási rendszert kell fejlesztenie. És a harmadik szabvány, amit ide tette, az pedig kifejezetten azzal a kockázattal foglalkozik, hogyha én felhasználója vagyok a mesterséges intelligencia termékeknek, akkor ezt nekem milyen szinten és alapvetően stratégiai szinten milyen kérdéseket tárgyalva kell kezelnem. Nézzük az EU törvényt. Tehát megint csak ugye kiemelt fontos szempontok. Minden követelmény teljesítendő, aminek az alanya felhasználó vagy üzemeltető. Ugye figyelem, itt már ugye felhasználóról beszélek, de az üzemeltető definíciója azt mondja, az egyben felhasználó is. További ügylet, például, hogyha nekem van egy alkalmazásom, ezt én megvettem, mint felhasználó, és utána én ezt saját hatáskörben elkezdem továbbfejleszteni, akkor onnantól kezdve nekem már a forgalmazó fejlesztőre vonatkozó követelményeket is figyelembe kell venni. Tehát a forgalmazó importőr felhasználó követelményeket is teljesítenem kell. A második ilyen fontos szempont, hogy ahhoz, hogy én a felhasználói kötelezettségemet pontosan értsem, ahhoz nekem nagyon pontosan értenem kell az EMI értéklánc további szereplőinek a kötelezettségeit, mert amikor én egy megrendelői specifikációt összeállítok, akkor nekem erre tekintettel kell lennem. Illetve ahhoz, hogy az én jogos érdekeimet tudjam érvényesíteni, ahhoz nekem nagyon pontosan látnom kell, hogy mire kötelezettek például a fejlesztő, vagy éppen a forgalmazó. A harmadik ilyen nagyon fontos szempont felhasználói nézőpontból, hogyha a fejlesztő meghatároz nekem pontos követelményeket, feltételeket, kritériumokat, hogy milyen feltételekkel használhatom ezt az eszközt, ahhoz nekem nagyon pontosan igazodnom kell. Miért is? Ugye említettem volt, hogy nagyon komoly jogi fenyegetések tartoznak a fejlesztő irányába, ugye nagyon komoly korlátozások tartoznak a fejlesztők irányába. Korlátozások vannak, illetve kockázatok vannak meg, vagy kötelezettségek vannak megfogalmazva a felhasználók fele. Tehát ahhoz, hogy ők azt tudják fejleszteni, vagy teljesíteni, ahhoz nyilván egyfajta interakcióra van szükség a felhasználókkal. Egy, kettő, ugye említettem volt, hogy az eszköz az folyamatosan fejleszti saját magát. Tehát ahhoz, hogy önmagát fejlesztő képességből adódó kockázatok kézben legyenek tartva, nagyon szoros együttműködési kötelezettség lép föl, mint az értéklánc szereplői között, mint pedig a hatóságokkal. Ezt még nem említettem, hogy itt a mesterséges intelligencia kérdések és kötelezettségek érvényre juttatására gyakorlatilag egy ugyanolyan hatósági rendszer készülnek felállítani, mint amit a GDPR kapcsán felállítottak. Tehát lesz dedikált hatóság, ahol regisztrálni kell minden eszközt, azelőtt, mielőtt forgalomhozzák, a hatóság által elfogadott módon kell a verifikálás, validálás megcsinálni az eszközöknek, stb. És természetesen mindez a teljes életcikluson keresztül működik. És még egy momentumot említenék meg, hogyha bármilyen rendkívüli esemény van, akkor a rendkívüli esemény jelentésében is nyilván felelőssége van a felhasználónak is, illetve a fejlesztőnek is, meg a hatóságnak is. Akkor ugyanez a kérdéskör a 42 ezer szabvány nézőköréből. Tehát ugye, ahogy az EU törvény is integrációhoz van kialakítva, nyilván ez a 42 ezer szabvány is integrálhatóság elvét figyelembe került kialakításra. Emiatt nyilván lehet ezt nagyon könnyen integrálni egy meglévő rendszerhez, de rögtön itt gondolkodtam el, hogy előfordult egy kis garázs tuning műhely, ahol nekik nincs alapirányítási rendszerük, viszont nagyon komoly EMI által támogatott rendszereket fejlesztenek, ami adott esetben már rendszerfejlesztési kötelezettséggel élhet. Stratégiát kell készíteni, erre majd később lesz szó, hogy miért és miért. Kockázatkezelésbe ugye be kell integrálni az EMI kockázatoknak a kezelését.
akkor ezeket az EMI rendszereket folyamatosan nyomon kell követni, a folyamatos tanulása okán folyamatosan értékelni kell, az új adatok tudása kezelésére fel kell készülni, és pont ebből adódó változások menedzsmentjére is fel kell készülni. Tehát itt egy dedikált elvárás az, hogy egy formalizált változás kezelési folyamattal rendelkezve például a szervezet. Akkor a kommunikációnak a különböző dolgai, és hát ami a nagyon fontos szempont, ugye az emberi felügyelet garantálása, a verifikálás és validálás súlyát és jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Cyber security, GDPR szempontok, stb. Stb. Tehát nagyon komoly elvárások fogalmazódnak meg a felhasználó oldali irányítási elvárások tekintetében is. Na, a stratégiai kockázatok témaköre. Ugye van egy dedikált szabvány, ami a 38.07 jelzettel került kiadásra. Ugye ennek az a célja, hogy mindazt az elvárást, ami a jogi, etikai és a műszaki technológiai megfelelés követel, ennek tükrében kell értékelni a szervezetnek, amikor meghozza a stratégiai döntését arról, hogy ő mesterséges intelligencia felhasználóvá válik, aminek nyilván lehetnek külső-belső elvárásai is, nem vitatható. De az feltétele, hogy akkor viszont ezt nagyon pontosan érteni kell, hogy milyen kockázatokat futunk azért, hogy ezt a lehetőséget használjuk. A szabvány tételesen felsorolja azokat a stratégiai szinten, tehát igazgatóság szintjén meghatározandó policy területeket, amiben dedikáltan azonosítani kell a szervezet pontos felhasználásához igazított EMI kockázat kezelést. Ilyenek lehetnek a döntéshozatali dolgok, adatkezelési históriák, kultúra és értékrendeknek a kezelését. Gondoljunk abba bele, hogy mennyivel más a kultúrát követeloz meg, amikor mondjuk egy szoftvert használok, vagy egy mesterséges intelligencia terméket használok ugyanarra a feladatra. A szoftvernél nincsen kétségem abban, hogy az mindig pontosan ugyanazt fogja csinálni, és ugyanazt az eredményt fogja hozni. A mesterséges intelligencia variál, önálló életet él, szürke dobozként működik, és képes meglepetéseket okozni. Tehát ennek a kulturális, ennek a megértését és ennek a kulturális vetületét ezen gondolkodjon el mindenki. A compliance elvárások, és nyilván a dedikált kockázat menedzsment témaköréről beszélünk. Ami nagyon fontos, hogy teljes életciklus szemléletet kell követni, és nyilván a stratégiai szinten meghatározott alapelveket le kell képezni az operatív irányítás és működés szintjére. Oké. Ugyanaz a szabvány, amit korábban hivatkoztam, hogy megfogalmazza, hogy a termék fejlesztője szempontjából milyen minőségi elvárásoknak kell eleget tennie. Ugyanaz a szabvány a felhasználó oldaláról is meghatározza, hogy a felhasználói értékrend szempontjából milyen minőségi elvárásokat kell teljesíteni. Tehát ugye ez azért nagyon fontos megint, és azért hasznos segítség a felhasználói oldalról, hogy ezekben a témakörökben én pontos követelményt tudok meghatározni adott esetben a fejlesztő fele. Tehát ugye mi a különbség a fejlesztői és a felhasználói elvárások között? Ugye a fejlesztőnek egy csomó addicionális elvárásnak is eleget kell tennie, lásd, átláthatóság, etika, stb. Jogszabályi megfelelés, míg a felhasználónál itt kifejezetten a felhasználói élmény szempontjából fogalmazódnak meg azok a szempontok, amit a fejlesztés során figyelembe kell venni. De ez ugye a fejlesztőnek ad, vagy a felhasználónak ad mankót, hogy milyen területeken fogalmazhat meg elvárást a fejlesztővel szemben. Oké, akkor eljutottunk a minőségirányítási rendszerekben való felhasználási. Hát itt azt kell mondjam, hogy arra vonatkozóan nagyon kevés információt találtam, hogy a mesterséges intelligencia konkrétan hol vethető be mondjuk egy irányítási rendszer fejlesztése kapcsán. De arra viszont nagyon sok példát találtam már, hogy milyen területeken lehet hatékonyan használni a mesterséges intelligenciát, amelyek egyébként minőségirányítási területként definiálható. Nem árulok el nagy titkot, alapvetően a minőségbiztosítás és a minőség ellenőrzés területe az, ami leginkább érintett ebben az ügyben. Az egyik ilyen felhasználás a projektirányítás területén, tehát itt már egy
digitális transformációról beszélünk a projektmenedzsment területén, azaz már nem a digitizáció, nem a digitalizáció, hanem a digitális transformáció szintjéről, amikor már arról beszélünk, hogy az üzleti modellünket tudatosan úgy alakítjuk ki, hogy a lehető legnagyobb mértékben használjuk ki a digitális megoldásokat, benne a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat. Tehát itt nyilván megint nem az egyszemélyes egyéni vállalkozó projektmenedzsmentjéről beszélünk, hanem azokról, akik szakmányban hajtjanak végre adott esetben típus projekteket, lásd például lakóporpajtok, autópályaépítés, stb. Stb. Tehát erre már nagyon sok konkrét dobozos szoftverként beszerezhető mesterséges intelligencia megoldás érhető el, amelyek arra képesek, hogy az adott szervezet, projekt irányító, projekt végrehajtó szervezet tudásbázisára és adatbázisára épülve standard projekt terv megoldásokat, ami egyébként testre szabott projekt megoldás, de mégiscsak egy standard megoldás, a projekt végrehajtás során különböző projekt irányítási, projekt minőségbiztosítási, minőségellenőrzési feladatokat hajtson végre, amihez gyakorlatilag gombnyomásra előállítja a szükséges kiindulási dokumentumokat, amit testre lehet szabni, meghatározza azokat a formanyomtatványokat, azokat az adat menedzsmenttel kapcsolatos elvárásokat, ami a projekt végrehajtói fele ki kell közvetíteni, és a projekt végrehajtók azon keresztül számolnak be. Megint ugye az az érdekessége ennek, hogy ennek szabványosnak kell lennie, mert csak akkor fogunk tudni értékelni, adatot feldolgozni, nehogy Isten, mesterséges intelligencia által döntéseket hozni, vagy a projekt menedzser számára döntési javaslatokat megfogalmazni. A kommunikáció, a projektiroda, ez a PPM, ez a portfólió projektmenedzsment, vagy és a projekt office-ról van itt szó, itt a rövidítések, vagy a PM az, az a projektmenedzser rövidítése. Tehát itt nem ember fog kommunikálni a projekt végrehajtókkal, hanem egy chatbot, amely nyilván értelmesen, szabványosan, testre szabott információ továbbítás, illetve információ bekéréseket tud végrehajtani, amit majd a háttérben feldolgoz, előállítja a jelentéseket, döntéseket hozva, kockázatértékelést végezve, szükség szerint adatokat, hiányzó adatokat kipótolva, stb. Stb. Tehát ez már egy nagyon élő felhasználása a mesterséges intelligenciának. Következő példasor, műszaki diagnosztika, amerikai vasúttársaság, ugye ilyen diagnosztikai kapukat állítanak föl, amin átmegy az adott szerelvény, ahol mindenféle hangrögzítéseket hajtanak végre, illetve videó megfigyeléseket hajtanak végre. A kapott eredményeket, azt nyilván a tudástárban lévő mintázatokkal összehasonlítja, és értékeléseket végez arra vonatkozóan, hogy az adott hang vagy képi minta az mekkora megfelelőséget mutat, és ha eltérést mutat, akkor az eltérés értéke előzetes szűrése alapján már javaslatokat fogalmaz meg arra, hogy egy adott vonatszerelvényt milyen előzetes vagy tényleges karbantartásnak, már hibaelhárító karbantartásnak kell alárendelni. Ugyanez igaz a TGV kapcsán, ugye a gyors sebes vonatok kapcsán, repülőiparban, számtalan egyéb ilyen közlekedési helyen, ahol még egyszer mondom, hang és képi rögzítések alapján tudnak döntéseket hozni. Nagyon fontos terület az egészségügy, itt megneveztem egy olyan alkalmazást, amit a Google fejleszt kifejezetten az egészségipar számára, és ez arról szól, hogy a beteg diagnosztizálás során mennyire hatékonyan tudja az eszközt használni az orvos, akinek diagnózis kell felállítani. Itt csak a pontossági százalékoknak az arányára szeretném fölhívni a figyelmet, hogy és a dátumsorra, hogy 3 hónap alatt milyen fejlődéssel mentek az egyes eszközök végbe. És hát nyilván itt ennek a tudásbázisnak, ami megszerzésre kerül és folyamatosan fejlesztésre kerül, egyrészt az egyes kutatási területeken, másrészt az operatív egészségügy területén az adminisztratív kötelezettség csökkentésében tudják használni, de mindenféleképpen a képzés. Tehát ma ugye az egyik legdrágább képzés az orvosi képzés,
mert olyan drága eszközökkel rendelkeznek, tehát nagyon drága eszközöket kell nekik felhasználni. Tehát, hogyha most a mesterséges intelligencia és amögött lévő például kiterjesztett vagy virtuális valóság megoldásokat behozzák a képzésbe, akkor kiválthatóvá válnak a nagyon drága eszközök. Adott esetben például az emberi tetemeknek sem szükséges végtelen mennyiségben biztosítani, mert a vizualizáció révén tudnak már teljesen élethű testeket is produkálni. Talán ez az utolsó kép, és megint csak egy megdöbbentő történet. Ez egy egyszerű CT, fekete-fehér képet készít. Most ma reggel gondolkodtam el rajta, hogy a CT a képeken a szürke 4000 árnyalatát képes megkülönböztetni. Azon gondolkodtam el, hogy ki állapította meg ezt a 4000 árnyalatot, és mi alapján, annak ismeretében, hogy a felhasznált monitorok, amit az értékelésre használnak, 256 árnyalattal bánik el, az emberi szem 20-30 szürkeségi fokozatot képes megkülönböztetni. De ha ez tény egyébként, mert ezt egy orvosi konferencia publikációból vettem ki ezt az adatot. Tehát a lényeg, hogy az EMI diagnózis során érzékelni tudja az árnyalatokat, és hogyha van megfelelő tudásbázis mellétéve, ahol az adott korképet, illetve az adott szürke árnyalatnak a megfelelőségét igazolni tudja, akkor nagyon könnyen össze tudják hasonlítani, és személyre szabott terápiát tudnak az érintett betegeknek adni. És hát ami megint az előnye, hogy nem kell jelentős mértékben tudják sökkenteni a sugárzási többlet teljesítményt. Ezek csak példák ugye arra vonatkozóan, hogy gyakorlatilag áttételesen milyen minőségi javulást tudnak ezek a mesterséges intelligencia megoldások behozni az életünkbe, akár konkrét minőségirányítási területekre is testre szabottan, de még olyan, ami kifejezetten a minőségirányítási rendszerek fejlesztésére, például mondjuk hogyan kell egy kézikönyvet előállítani, nyilván lehet erre megoldást csinálni, de csak az admecik el benne, hogy hogy lesz testre szabott az adott szervezetet, testre szabott történet. Tehát megint csak az a végső konklúzió ennek az egész előadásnak, hogy nagyon szép, nagyon hasznos ez az eszköz, ami itt előttünk áll, robbanásszerűen fejlődni fog, ez kétség ehhez nem fér. A fejlődés során nagyon sok olyan káros történés is lesz, amiből fokozatosan fogunk tanulni, de tanulni fogunk belőle, nagyon bízom benne, és ezen tanulás révén, ugyanúgy, ahogy például a nukleáris energia kapcsán, ami először ugye a hadicélra került felhasználásra, ma már az ember egészen békésen tudja használni békés civil felhasználási módokra is. Ezzel a gondolattal zárva fejezném be az előadásomat, és akkor várom a kérdéseket. Hát szuper, Laci, nagyon szépen köszönjük. Azt gondolom, hogy nagyon sokrétű volt és elgondolkodtató. Én most a közönséget szeretném megkérdezni, van-e bárkinek kérdése, akár ilyen kézfeltartással legyen kedves jelezni, és akkor adjon hangot magának, és legyen kedves kérdezni. Sokkolt a közönséget, Laci. Igen. Mindenki sokkot kapott. Számomra egy kérdés van, hogy a többiek gondolkodnak, és hogy mindent a késsel is lehet kenyeret szelni, de ölni is lehet. Én ezt pont erre a analógiára húznám fel, hogy ezzel nagyobban vissza is lehet élni. Ugye, amit az elején mondtál, hogy 4 kockázati kategóriába sorolják be a felhasználását. Hát, én nem tudom. Minden jó tulajdonsága mellett nekem vannak fenntartásaim, de meglátjuk majd lesz belőle. Ez így van, tehát és ezért nagyon fontos az, hogy és számomra is itt a felkészülés során ez volt a megnyugtató, amikor azt a 72 darab szabványt megtaláltam, tehát most már hatályba lépett az EU törvény, de tényleg, tehát ugye most az európai szabályzás le van fedve az EU törvénnyel. Angliában ugye mivel kiléptek, most az angolok ugyanazt követik azt a mintát, amely az ajtót csinált, nyilván valamiféle kis különbséget tesznek majd bele a saját szabályzásukba. Amerikában ugye megvan a Biden-i rendelet arra vonatkozóan, és ott is ilyen
ilyen 72 hónapos, meg ilyen határidők vannak, tehát viszonylag belátható léptéken belül megszületik az a szabályozás és az a hatósági felügyeleti rendszer, mert minden egyes szabályozásnak szerves része a hatósági felügyeleti rendszer arra, hogy azt a bizonyos káros tulajdonságát, a káros képességét féken tudják tartani. Most nyilván, ahogy a nukleáris energiát is lehet például káros célra használni, meg kikerülik, kijátszák mégiscsak a szabályozást, és ugye ez, akkor mindegy, ezt, nagyon sokat gondolkodtam, betegyek egy szlájdot, a Henry Kissinger ugye tavaly halt meg, 100 éves korában, ő figyelmeztette utolsó mondatai egyikeként a társadalmat arra, hogy embereim, béláim, vigyázzatok, mert ez addig, amíg a 80-as években a nukleáris fejekkel ellátott fegyvereket nagyon jól lehetett látni már az űrből, a mesterséges intelligenciát nem lehet látni senkinek a fiókjából, mi van benne, és ez egy nagyon-nagyon sunyi, alattomos eszköz is tud lenni, és emiatt ezt nagyon tudatosan a lehető legmagasabb politikai szinten, és az ellenfeleknek együtt kell kialakítani az erre gyakorolt hatásmódot. Én egyáltalán nem zárom ki azt, hogy ez ugyanúgy az ENSZ hatáskörébe fog kerülni, és ott fog kialakulni egy általános összvilágméretű szabályozás, mert pont ugyanazt a sőt nem, sokkal szélesebb kockázatot hordoz, mint például a nukleáris anyagoknak a története. Mert nagyon kézenfekvő és nagyon könnyen elérhető mindenki számára. Ez az igazi kockázata. Viszont ha az előnyeit nézzük, elmondom itt is az egyik kedvenc példám most, hogyha valaki vasúti jeggyel vagy ilyen vasúti menetrenden kapcsolatos probléma, hívja fel az Elvirát. Élmény vele beszélgetni. Pedig teljes mesterséges intelligencia alapú megoldás. A fejlesztése is egy külön tanulmányt megérdemel, hogy milyen kihívásokat adott a fejlesztők fele, de nagyon jól sikerült a megoldás. Tehát több a jó megoldás, tehát most még tehát a hétköznapi ember számára nagyon sok kézenfekvő, nagyon hasznos megoldást tudunk már most mutatni. Én is beszélgettem már idézőjelben olyan chatbottal internetes tárhely kapcsán, olyan választ írt, amiben sem nyelvtanilag, sem sírásilag nem tudtam bekötni a válaszába, és tényleg a reakcióidő töredék része volt az emberi reakcióidő képes egy szakmai kérdésben. Úgyhogy valóban vannak jó felhasználási lehetőségek. Az előbb még beszéltem, volt egy kéz, de aztán utána elállt kérdezés igényétől, nem tudom, hogy ismételten valaki jelentik, nem jelentik senki. Ha viszont nem ez kérdés, Józsi Otto nevű résztvevőnknek nagyon hangot magának legyen kedves, és kérdez a szönélyt. Igen, hát én csak a hangot adta, kerestem meg, hol nyomhatom meg. Hát sajnos, mint ember pessimista vagyok, és nem is szeretnék éppen ezért teljes egészében és nagy dolgokkal foglalkozni. De mint mérnök, azért látom a lehetőségeket, és ezen belül a minőség irányítási rendszerek és a technikákon belül is. Ezért én itt most csak arról szeretnék beszélni, és ebben a körben főleg, mint Magyar Minőségtársaság, vagy a hasonló szervezetek, például EOQ, stb., illetve más szakmai szinteken el kell gondolkozni arról, hogy hogyan tudunk mi fölkészülni arra, hogy ennek a rendszernek, mint informatikai és technológiai rendszernek a fejlődése milyen lehetőséget ad a mi kezünkbe. Ezek között ugye nagyon sok olyan példát el lehetne sorolni, ami most is problémát okoz, akár egy szabvány alkalmazásánál, értelmezésénél, és egy rendszernek a működtetéséből. Nagyon sok ilyennek föl lehet hozni, ezért a javaslatom az, hogy mint egy szakmai szervezet, csináljunk egy ilyen megbeszélést, hogy milyen javaslataink lenne ezekre a tevékenységekre, hogy hogyan tudjuk azt a tudásbázist fölépíteni és javítani, amiből majd ez a
mesterséges intelligencia, mint egy szoftverrendszer majd tud működni. Ez kezdve a szabványoktól például, akár az ISO 9001-es csak mert megjelent, ugye nagyon sok olyan területe van, amivel foglalkozni kell, például kezdve ugye sok nyelven értelmezhető, igen ám csak a értelmezések a pontos használatánál nem pontosan ugyanazok. Nagyon sok ilyeneket föl lehetne sorolni. A végrehajtás szinten is nagyon sok eltéréseket, problémákat látni, azért, mert nem pontos a szabvány, és éppen ezért nem is jól értelmezzük, mert egy abszolút, tehát akár már egy mérőszobai értelmezésnél már hibát vétenek, mert az egy kényelmesebb dolog a végrehajtásánál, de teljes rendszereknél, rendszer működtetéséknél is vannak ilyen feladatok. Tehát keressük meg ezeket a feladatok, tehát egyrészt csináljunk ilyen action-t, és keressük meg ezeket a feladatokat, a javítási lehetőségeket, és ezekre hát tegyünk javaslatot, mert ugye a szabványt nem nekünk kell módosítani, hanem javasolni valamilyen javítást vagy módosítást, illetve hát az alkalmazásánál is kell természetesen valamilyen oktatásokat végrehajtani, hogy az alkalmazók is majd később megfelelően is jól használják azokat a nagyon gyorsan fejlődő rendszereket, amik majd működni fognak ezen a MI területen. Köszönöm szépen! Hát köszönjük szépen! Ha én reflektálok, most röviden azt gondolom, hogy ha lesz csoport az MSZT-nél, akik majd a szabványosításban, vagy igen, annak a feladatív fogják végezni, akkor én úgy tudom, hogy oda szabadon lehet csatlakozni, és abban a munkában részt lehet venni. De kérdezem akár a Reisinger Zolit, hogy alatt, hogy vannak-e más lehetőséget ezzel kapcsolatban? Hát nekem az tudott eszembe erre, arra mindenképpen egy hasznos felvetés, és egy helyén való felvetés, hogy itt a minőségi területén pont az ilyen, mint akár a mostani előadás is, ugye azt kell, tehát bele kell mennünk, meg kell értenünk ezt az eszközt, és azt látni, hogy milyen területeken lehet felhasználni, és miként. Ugye nálunk itt a mi területünkön, ahol mi dolgozom itt az atomerőműben, van egy amerikai szervezet, úgy hívnak, hogy EPRI, és ez az EPRI, ugye ez arra jött létre, egy szakmai szervezet, amelyik az energetika, és nem csak a nukleáris, az energetikai iparnak a működéséből szerzi be a különböző tapasztalatokat, és azoknak a tapasztalatoknak a feldolgozását elvégzi, és ebből a további útmutatókat, jó gyakorlatokat fejleszt ki, stb. Eszközöket fejleszt ki. Most például az EPRI-nél, mivel náluk van egy megfelelően nagyméretű és reprezentatív nem megfelelőségi adatbázis, tehát ők már azon már dolgoznak, hogy a nem megfelelőségek adatbázisát feldolgozva hogyan tudnak olyan szakmai javaslatokat megfogalmazni, amit a tagszervezetek a nyilván saját maguk működésében testre szabva alkalmazni tudnak. Ez csak egy példa volt arra, és ez csak arra hoztam példaként, hogy igen, el lehet kezdeni, és van értelme az ilyen szakmai kerekasztaloknak, problémafölvetéseknek, hogy igen, keresni azokat a módokat, hogy hol, miként lehet összekapaszkodni, és a meglévő tudás és információ bázisokat átadni az ilyen közös felhasználás céljára. Tehát megint zárójelben csak egy apró megjegyzés. Ugye ott emlékszünk arra az elvi ábrára, hogy ott volt egy ilyen training modul, vagy training adatbázis. Azt azért gondoljuk végig, hogy egy ilyen training adatbázisba bekerül véletlenül 2-3 rohadtalma, hogy az milyen cirkuszt tud okozni. Csak ezt, hogy zárójelben, hogy milyen problémákkal kell itt szembenézni, csak arra egy ilyen kis jelzésképpen. Tehát igen, helye van a további szakmai beszélgetésnek arra, hogy minél jobban megértsük, hogy mi ez az eszköz, milyen elven működik, milyen technológiákra alapul, és azt hogyan tudjuk bevezetni, vagy hogyan tudjuk alkalmazni a mi hétköznapi életünkbe. Abszolút támogatandó. Köszönöm.
Köszönjük, Laci. Én viszont hadd kérjem, Laci, hogy vedd át tőlem a szót annyiban, nekem nagyon rossz az internetem, nem tudom jó, miért. Jó, oké, akkor viszont tovább. Aki föltette a kezét, a Kalmár Bartos Angelika és a Tóth Csaba, ők vannak így egymás után három, akik kérdezni szeretnének. Jó, oké. Halljuk a Köszönöm. Köszönjük szépen az előadást, Puskás úr, nagyon szuper volt és informatív. Én autóipari minőségügyi mérnök vagyok, és az érdekelne, hogy Magyarországon van-e esetleg olyan cég, aki foglalkozik mesterséges intelligencia programozással vagy fejlesztéssel? Nagyon sok cég van, az internetre csak be kell ütni ezt a történetet, illetve tehát Magyarországnak is van egy mesterséges intelligencia stratégiája. Ezt még az előző NFM felállásban, most kövezzenek meg, hirtelen nem jut eszembe a miniszternek a neve, pedig nagyon tisztelem őt. A Norbert Zemlé dolgozott. Ki volt az előző miniszter? Palkovics László, így van, Palkovics László, tehát még az ő minisztersége alatt állították össze az ország mesterséges intelligencia stratégiáját, és nagyon komoly lépéseket tettek ez ügyben, sőt, létrehoztak egy ilyen mesterséges intelligencia szövetséget, neten meg lehet őket találni, ahol nagyon sok háttérinformáció van, illetve nagyon sok minta alkalmazási példa van, hogy milyen területeken, milyen alkalmazásokat hajtottak végre. De emellett is nagyon sok fejlesztő cég van már a piacon, aki kifejezetten ezzel a technológiával foglalkozik. Jó, köszönöm. Következő kérdés. Köszönöm az előadást, nagyon érdekes volt, és sok mindent megtudtam belőle, így a szabvány szempontjából, hogy már emmivel is foglalkozunk. Véleményetek szerint az ISO szabvány, ugye a 9001 nem sokára megjelenik várhatóan, mennyire fogja taglalni az AI felhasználását, vagy mennyire tudják majd integrálni a 9001-be az AI felhasználását? Azt tudjuk, hogy azt már hallani lehet, hogy a fenntarthatóság témaköre az már a 9001-be is meg fog jelenni. Vajon az AI meg fog-e jelenni a 9001-be? Mi a véleményetek? Hát én nem, egyáltalán nem vagyok benne ennek tehát én egyáltalán nem követem a 9001-esnek a fejlesztési felülvizsgálati folyamatát, de a szabvány jellegéből kiindulva nagyon... Nem tartom valószínűleg, hogy konkrétan említenék ezt, vagy csak valamilyen mellékletben, valami nagyon ilyen kis lábjegyzetben megjelenhet a történet, mert maga a kockázatmenedzsment az lefedi ezt a témakört. És hogyha valaki ténylegesen komolyan foglalkozik azzal, hogy ténylegesen mélységében akarja, tehát a működésének a mélységében akarja használni a mesterséges intelligencia megoldásokat, akkor viszont látjuk az EU előírásokat, illetve látjuk a 42.001-es szabványt. Tehát van egy konkrét olyan irányítási rendszerszabvány, ami kifejezetten a mesterséges intelligencia kockázataival kapcsolatos szempontokat tárgyalja. És mivel a 9001-essel teljesen egységes struktúrába került kidolgozásra, ezért nagyon könnyen integrálható a 9001-es, vagy bármelyik a 9001-es alapon készült szakmai, vagy szakterületi szabvány, vagy akár autóipar, egészségügy bármelyik irányába lehet integrálni. Tehát maga a 9001-es, mivel az egy általános alapokat rögzítő szabvány, én nem tartom valószínűleg, hogy ez így van, de ha valakinek van más információ, akkor én is szívesen várom. Csaba. Üdvözlök mindenkit, nagyon klassz volt, köszönjük szépen. Én azt szeretnék egy mondatot hozzátenni, amit Józsi Otto kollega mondott, hogy valami fórumot kellene összehozni. Tehát abban a pillanatban, amikor a hallgatóság, tagság rendelkezésére tudjuk bocsátani magát ezt a videót, akkor Laci, mi írunk egy oldal összefoglalót erről, és utána az újság, tehát a magyar minőség teret tud adni bármiféle véleménynek. Egyetértek azzal, hogy tényleg nagyon sok tisztázandó dolog van. Mert hogyha nekem kihozza a mesterséges intelligencia, hogy a rádiókészülékek száma, illetve a felismert elmebetegségek száma erősen korrelál, arról tudom, hogy hülyeség. Pedig ennek a determinációs együtthatója valamennyi 0,98,
Tehát ez tuti igaz. Hát ilyenekkel is én úgy gondolom, hogy oda kellene figyelni. Ez egy nagyon régi példa, ez a Julkenda statisztika könyvéből van. Igen. Tehát összetudunk hozni, kapásból én is 3-4-et tudnék mondani, amire oda kell figyelni. Miért te a kést mondtad? Én mindig azt szoktam mondani, a söprűnyél. Azzal a söprűvel tisztítani is tudok, de hány embert vertek már agyon söprűnyéllel, ugye? Tehát mit mondtak annak idején az autóra? Hogy beleül az ember és szívrohamot kap, mert olyan gyorsan megy. Jó, nekem lenne hozzátenni valam az ISO 9001-jel kapcsolatban. Tehát 2020-ban meg lett hosszabbítva 25-ig a hatása a jelenlegi változatnak. Megkezdődött az előkészítése a következő változatnak. Valamikor majd lesz belőle valami. Jelenleg a tervezési dokumentum van folyamatban. Ennyit lehet tudni. Oké, köszi Zoli. Tehát én ez igazából azt mondanám, hogy még tovább pörgetve ezt a gondolatot, és sokkal inkább azt várom a 9001-es szabványtól, hogy olyan figyelem, tehát olyan eszközök, például a projektmenedzsment és változásmenedzsment témakörét, ez szerintem megkerülhetetlen, hogy bekerüljön a 9001-esbe, mert annyira dinamikusan változik az élet, hogy erre választ kell adni, hogy milyen tempóval és milyen mértékben, még milyen formában kell a változásokat tudni kezelni. Ez például egy olyan terület, amit kifejezetten várok, hogy megjelenjen. Akár a projektmenedzsmentre való utalás is megjelenhet, de ott is nyilván ugyanaz a dilemma lesz, mint a kockázatmenedzsment bevezetésénél annak idején, ugye, hogy a most milyen mélységbe menjenek bele, hogy ne legyen ilyen, egy piac semleges legyen ugye az ajánlás. Ugye amikor mondták, hogy a 31.000-es szabvány ott van külön, mint kockázatmenedzsment, vagy a 31.000-010-es szabvány, ami a módszerek, technikák, eljárások részleteit tartalmazza. Tehát nagyon óvatosan, ilyen kibalanszírozva mertek csak lépkedni arra, hogy mit írjanak elő a kockázatmenedzsmentre. Tehát ugyanígy nyilván maximum egy sor erejéig tartom azt, hogy igen, ha van ilyen terület, akkor ezt is, mint önálló kockázati terület azonosítsd és kezeld. Köszönöm, de van itt további ilyen. Józsi Otól, nem tudom, még újra vagy fönnmaradt a keze? Nem, fönnmaradt. Jó, oké. Móricz Pali. Jó, oké, akkor Pali, jó. Na, bekapcsoltam a hangomat. Igen. A 9001-esnek különben láttam a tervezeteit, szerintem Zoli is látta, abban ráadásul azt mondták, hogy a mostani 25-ben vagy 26-ban kijövő új verzió ilyen kis változás lesz, tehát abban ilyen teljesen új területeket nem fognak megjeleníteni, de sem a PM-et, sem az AI-jal kapcsolatban nem lesz benne érdemi konkrét dolog, az általános elvek igazak benne. Az is fölmerült, hogy lesz-e magyar szabvány. Erre az a válasz, hogy az MSZC-nek és a körülötte holdudalnak nincsen olyan kapacitás, hogy saját szabványt létrehozzon, ami viszont várható, hogy nagyon sok nemzetközi szabványt legalább magyar fedlappal ki fognak adni. Tehát ezek viszont meg lesznek, és ebben hát a 42.000-es biztos, hogy benne lesz, hát a 25.000-es szabványokkal kicsit óvatosabb vagyok, mert de bízom benne, hogy azzal kapcsolatban is lesz valami. Hát ami szabályozás lehet, az inkább az európai irányelvnek a magyar országról átültetése várható, és hát az meg biztos, hogy lesznek olyanok, akik úgy érzik, hogy a hatóságot létre kell hozni, és akkor ezt is valahogy berakják a hatósági felügyeleti körben. Tehát ez lesz. Csak az a baj, hogy ezzel az európai szabályozás is, mert minden típusú AI-t le akart fedni, ezért csak nagyon általános követelményeket tud megfogalmazni, és azért az AI megoldások nagyon különbözőek. Van, amelyik nagy, tehát ez a kockázati besorolástól függetlenül nagyon sok ágazati vagy felhasználati típus szerinti csoport van. Ezekre az általános dolgok csak nagyon általános elvárásokat fogalmaznak meg, és nagyon nehéz lesz megfogni a dolgokat, hogy mi az, ami teljesíthető vagy nem.
viszont mindenfajta szabályzás lassan jön ki, az élet pedig nagyon gyorsan, nagyon sokféle és nagyon sok AI-t fog előhozni. Észnél kell lenni, és gyakorlatilag elő kell venni azt a józan észt, azt a szemléletet, amelyiket a minőségügyben, vagy amivel én nagyon sokat foglalkozom, biztonság oldalról, információbiztonság oldalról, ezeket a szemléleteket értelmezni kell, és erről sokat kell beszélni. Lehet, hogy ez előbb fognak kialakulni jó gyakorlatok, mint hogy ebből jogszabály, vagy akár szabvány legyen, és sajnos jó esély van rá, hogy nagyon sok olyan dolgot fogunk látni, hogy jé, ezt nagyon nem szeretnénk, de ennek ez lett a következménye. Igen, tehát, minden új dolognál, tehát... Hát igen. Oké, a kolléganőmnek eszébe, az angit is láttam, hogy mosolyog, mikor mondta Park, hogy magyar fedlappal majd kihagyják a szabványt. Hát az AI fordíthat, nem? Hát annyira még nem, annyira még nem. Hát egyébként az a probléma, hogy most nem a reklám helyett, de például nem kell reklámozni, mert most már Magyarországon nagyon sok képzőszerv elindította a saját mesterséges intelligencia kurzusát, és én több sráccal kapcsolatban vagyok, akik ebben ezen tanulnak, vagy ott vannak, és azt mondják, hogy gyakorlatilag angolul megy a képzés is, meg a dolgozatírás is, mert egyszerre hiányzik a magyar terminológia. Tehát nem tudnak egy tisztességes dolgozatot megírni magyarul, mert nincsenek meg a megfelelő lefordított szakkifejezések. Tehát ez csak egy ilyen technikai feltétel, de igen, igen. Hát nem, de nyilván le lehet fordítani, mert ezek a nyelvi fordítók, ezek most már nagyon profi módon tudnak fordítani, de nyilván ott is a lektorálásnak nagyon komoly szerepe lenne. Jó, esetleg további kérdés, észrevétel? Akkor én hát nem kibújva akkor az alelnöki bőrömből, azért szeretném fölhívni a közönségnek a figyelmét itt a nyitó szlájdra, meg itt az utolsó szlájdra, hogy a Magyar Minőség Társaság tagok nélkül nem fog tudni működni, ezért buzdítunk mindenkit arra, hogy legyen tagja a szervezetnek, illetve az adójának 1%-át, amiben nincs más preferenciája, vagy nincs ilyen fontos preferenciája, mint a magyar minőségügy fönntartása, akkor legyen színes szárnya ránk, és minél aktívabban legyenek részt a következő rendezvényeinkben, aminél a következő kvalite, amikor várható nagyjából? Egy hónap múlva. Egy hónap múlva, jó. Oké, egy hónap múlva várható. Akkor még egyszer kérdezem, hogy esetleg észrevétel, megjegyzés, bármiféle kérdés valakiben még felmerült-e? Úgy látom, hogy nincs több. Ha nincs, akkor van itt, bocsánat, még Zahár János. Zahár úr. Csak nagyon szépen szeretném megköszönni az előadást. Nagyon klassz volt, nagyon jó volt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Körülbelül 80 óra van benne. Tessék úgy értékelni, hogy ezt társadalmi munkában. Igen. Az ordított az egész előadásról, hogy hát a 80 órát ezt így nem tudtam meghasalni, de az látszott, hogy rengeteg munkát tett bele, és én magam tavaly február óta használom a mesterséges intelligenciából a nyelvi modellt, konkrétan a ChatGPT-t aktívan a munkámhoz kiváltani, megsporolni a saját munkaidőmet, illetve nem adni megbízást másnak olyan megírására, amit a ChatGPT-vel meg tudok iratni. A későbbiekben a társaságnál szeretnék részt venni a munkában, azért, mert ez az előadás pozitívan fogalmazva a kritikát, a minőség ügyre volt lekorlátozva, de a mesterséges intelligenciának a minőség ügyön kívül még máshol is igen-igen sok fontos szerepe van, de ezzel most nem húznám az időt, majd esetleg munkacsoportba vagy más rendezvényen, vagy amit hoz az élet, meg a társaságnak a működése. Köszönöm. Köszönjük a felajánlást. Oké, Csaba, te még jelentkeztél? Igen, én csak annyit szeretnék mondani, hogy eddig nem volt magyar nyelvű szakirodalma a mesterséges intelligenciának, ma 10 óra óta van, bocsánat.
30-valahányan hallgattuk végig. Jó, oké, köszönöm szépen. Egyébként a nyelvi dologhoz már csak egy dolog. Most nyilván az EU jogszabály le lesz fordítva magyar nyelvre is, vagy már lehet, hogy le is van fordítva, még nem néztem meg. Tehát annak a teljes háttér dokumentáció, ami csak erről beszél, tehát ott ki fog alakulni egy olyan fogalomkészlet, amit kiindulásként lehet használni, és azt továbbfejlesztve lehet majd előrelépni a jövőre nézve. Oké, akkor ahogy a felvezetőben is elnök asszony említette, akkor ez az előadás ez meg fog jelenni hamarosan a YouTube csatornánkon, akkor ott nyomon meg lehet ismét tekinteni, lehet megosztani, lehet terjeszteni. Halkan jegyzem meg, hogy a legutóbbi ilyen minőségtársaságos rendezvényünk, ami volt a reziliencia témakörében, már több mint 10 000 megosztásnál tart, úgyhogy tudok mi jót csinálni, úgyhogy tessék vinni a jó hírünket. Köszönjük szépen akkor a megjelenés, meg a figyelmet. Tessék? Több mint 11 000. Akkor le vagyok, már több mint 11 000 megoldásnál tartunk. Aki nem nézte meg, ajánlom neki, hogy nézze meg, nagyon izgalmas téma. Izgalmasabb, mint ez. Mert az életünkről szól. Ez is mondjuk csak áttételesen. Oké, akkor elmondjam a zárszót, vagy ez volt a zárszó? Kérlek, mert nekem nagyon rossz az internetem. Jó, hát akkor kedves vendégek, akkor köszönjük szépen a megjelenést. Bízom benne, hogy hasznosan töltöttük ezt a másfél órát. Akkor a visszacsatolások menni fognak, tehát megy a videó megjelenítés, illetve a magyar minőségben erről most már láthatóan az elkövetkező időszakban egyre többet fogunk majd publikálni. Először majd ennek az előadásnak lesz egy nagyon tömörített változata, egy rövid kis beszámoló, aztán egyes témákat akár kibontva is, illetve a következő rendezvényeken látható, hogy ez egy izgalmas téma, tehát várhatók az, hogy további részletkérdésével fogunk foglalkozni ennek a témának. Akkor ezen gondolatok jegyében akkor én bezárnám a mai rendezvényt, és akkor a közelgő ünnepre való tekintettel mindenkinek kellemes húsvétot kívánunk, és a locsolkodás után várunk mindenkit vissza a zöldmezőre dolgozni. Viszont hallásra, viszont látásra mindenkinek. Köszönjük szépen. Viszlát. Köszönjük, viszlát. Hello.